Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Klinghammer úr! Az utóbbi időben több egymásnak ellentmondó információ jelent meg a sajtóban a Pető Intézet finanszírozási helyzetével és a használatban lévő ingatlanok sorsával kapcsolatban. Felmerült ugye, hogy a kormányzatnak konkrét tervei vannak az intézet tulajdonában lévő három nagyértékű budai ingatlannal kapcsolatban. Gondolok itt a Villányi úti villaépületre, a Kútvölgyi úti központra, és a központ szomszédságában lévő beépítetlen telekre. Az egyik épületben például tudomásunk szerint a minisztérium egyik háttérintézményét költöztetnék. A minisztérium korábban határozottan cáfolta ezt az értesülést, a GEMSZI pedig egyenesen azt állította, hogy soha ilyen elképzelés nem merült fel, a különböző sajtóorgánumokban az intézet költözésével kapcsolatban időről időre közölt értesülések közül pedig egyik sem bizonyult igaznak. Eközben a Pető Intézet fenntartója, az állami tulajdonban lévő Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. A főiskola és az EMI közt megy a jogi húzavona az ingatlanokról. Az ingatlanok ugyanis nem a közalapítvány könyveiben voltak bejegyezve, hanem az intézet tulajdonát képezték, így a fenntartóváltás után azok nem szálltak át automatikusan a jogutód Kft.-re. Nemrég állítólag a főiskola szenátusa jóvá hagyta az ingatlanok átadását, ennek ellenére az épületek helyzete a mai napig nem rendeződött. Intézetközeli források szerint az ingatlanok mielőbbi megkaparintásával az EMI szándéka az, hogy azokba más intézményeket költöztessenek, azaz a Pető Intézettől elvegyék jelenleg használt épületeit. Mivel az EMI váltig állítja, hogy nincsenek és nem is voltak tervek az ingatlanok más célú felhasználására, az a kérdésem, hogy erősítse meg Klinghammer úr. Nincsen semmiféle dokumentum, terv, kalkuláció, különösen az ingatlanok értékbecslésére vagy az esetleges kiköltözéssel járó költségekre vonatkozóan az ingatlanok más célú felhasználására. Válaszát köszönettel várom. Megadom a szót Klinghammer István államtitkár úrnak. Elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony! A végével kezdem, tehát meg kell erősítenem azt, hogy nincsenek ilyen szándékok. Az újságban az elmúlt hetekben nagyon sokat szerepelt a Pető Intézet. A Pető Intézet a saját sajtóközleményük szerint, amit kiadtak, tulajdonképpen az anyagi helyzet 2005-től fordult meglehetősen válságosra. Most a pénzügyi gondok megoldásában az EMI folytatja az egyeztetéseket az intézet vezetőivel, de fel sem merült, hogy a Pető Intézet bármely ingatlanába kapna végleges helyet, mondjuk ki a GEMSZI. Ugyanakkor a Pető Intézet és az ingatlanjai hogyan és milyen módon kíván az intézet az ingatlanjaival bevételezőtni, az nem az emberi erőforrásoknak a hatásköre. Most a pénzügyi helyzetből pedig, ami van, azért azt ki kell emelni, hogy a köznevelési intézménynek minősülő mozgássérültek Pető András nevelőképzés nevelőintézetének, ugye ez a hivatalos neve, ennek a gyakorlóvodája, az általános iskolája, a kollégiuma, az előkészítő szakiskolája és az egységes konduktív módszertani intézet a Pető Intézet által szolgáltatott létszámadatok szerint a kiegészítő köznevelési források révén összességben 100 millió forintos kiegészítő támogatást kap az EMI-től, az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Mindezek felett a mozgássérültek Pető András nevelőképzés nevelőintézetének, mint felsőoktatási intézménynek, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól további 317 millió 615 ezer forint támogatást kap. Tehát ez a pénzügyi helyzetről, amiről ő mondott az ingatlannak kapcsolatosan, pedig semmiféle az EMI-be, sem a felsőoktatási államtitkárságnak, sem az egészségügyi államtitkárság, de a GEMSZI-nek semmiféle terve nincs, de erről a intézet rektorát és az alapítvány elnökét is tájékoztattam. Köszönöm szépen!